Bár az avatatlan fülnek ez a zongora játék kiemelkedően szép, különösen egy ifjú zongoristától, de az avatott szakember számára ezen is van még javítani, vagy inkább tökéletesíteni való. No de épp ez a lényege a mesterkurzusnak, mely negyedik esztendeje minden nyáron lehetőséget biztosít a Tolnai Zeneiskola tanárainak és kiemelkedő zenei tudással bíró tanulóiknak a további fejlődésre. Zsigmondné pap Éva és férje minden esztendőben visszatér Szegedről, hogy segítse az intézmény szakmai munkáját. Nagyon aktívá vált a kurzus, igen sok tanítvány jelentkezik rendszeresen, tanáraikkal együtt jelennek meg a kurzuson, szülők is érdeklődnek, sokat fejlődtek, nyomon tudjuk követni a gyerekeknek a fejlődését, és segítjük őket, vagy a tanároknak segítünk darabválasztásban, gyerekeknek pedig technikai segítséget tudunk nyújtani, és a zenével neveljük őket itt. Megállunk. El fogjuk kezdeni még egyszer előről. Ha szabadna kérni egy kicsit folyamatosabban játszani a dallamot, tehát kicsit érzem azt, hogy szétdarabolod a dallamhangokat, tehát ezeknek az irányát egy kicsit jobban próbált formálni. Érted, amit mondok? Értem, persze. Próbáld meg kezdeni még egyszer előről. Próbáltunk egy kicsit kapcsolódni a felsőoktatáshoz, az ottani elvárásokhoz. Azért egy zeneiskolában egy kicsit el vagyunk szigetelve az egyetemi képzéstől, az egyetemi színvonal megtapasztalásától, hogy hova kell eljutni a gyerekeknek. Mi felnőttek tudjuk, de a gyerekeknek azért ez nem annyira nyilvánvaló, a szülőknek sem. És akkor próbáltunk egy kicsit arra nyitni, hogy a köztes állapotot, a művészeti középiskolát és az egyetemi képzés közötti állapotot megcélozni, egy kicsit a vágyakat arra felé irányítani, amerre kell. Az ügyesebb gyerekeket próbáltuk meg erre felé irányítani, akiknek egyébként is egy picit a vágyai között ott szerepelt a zenei pálya. Tanárok rendszeresen itt vannak mindig a gyerekekkel, és nagyon aktívan részt vesznek ebben a munkában, vagyis kérdeznek. A következő évi anyag kiválasztásánál mi próbálunk ebben egy kicsit utat mutatni, hogy esetleg melyik gyereknek milyen irányba volna jó a fejlődés. Gyakran vannak, hogy versenyre készülő gyerekek jönnek el a kurzusra tanárokkal együtt, hogy egy kicsit ezt a versenykészülés, ezt segítsük elő, adjunk jó tanácsokat, próbálunk. Minden gyerek fejlődése dinamikus és egyéni, tehát igazából nehéz belelátni, hogy egy év múlva mi fog történni a gyerekekkel, de annyit azért talán mondhatok, hogy innen pályára készülő gyerekek is vannak, és vannak, akik már zeneművészeti szakközépiskolában tanulnak, és aki 4 évvel ezelőtt itt volt nálunk, ő éppen már érettségiző a Pécsi Zeneművészeti Szakközépiskolában. Így kezdjük. Engem figyelj, ne akottát! Mindenképpen egy felfrissítésnek látom, hogy tehát jó magam is, mikor tanítom saját tanítványaimat, akkor akárhogy is próbálok mindig megújulni, hogy, mert az el tud laposodni az információ és a fejlődés. És ezeket a saját tanítványom is szerettem így küldeni ide-oda különböző szakemberekhez, akikhez megbízom, akikben megbízom, és ezek fantasztikus impulzusok tudnak lenni, és most ebben a helyzetben is hasonlóképpen azt látom, hogy ez egy lehetőség lehetne, és látom, tehát, hogy többé-kevésbé működik ez a dolog. Valaki jobban engedi magát, valaki kevesebben engedi magát, és az az öröm, az a nagyobb öröm, mikor látom, hogy engedi magát, és látom, be is fogadja. Körülbelül így látom ezeket. Valami újdonság, amit lehet, hogy más nyelvezettel mond valaki, és akkor az, aha, értem, talán így tudom fogalmazni. Thank you.
inkább egyfajta olyan zenei nevelés zajlik itt, ami a gyerekeknek és a szülőknek is segítséget tud nyújtani, esetleg egy pályaválasztásnál, és valóban vannak olyan nagyon-nagyon tehetséges kisgyerekek a fiatal korosztályban, akikből simán nyugodtan lehet zenész a továbbiakban. Hát fantasztikusan jó dolog, amikor egy teljesen más szemléletmódot látunk, amikor a végeredmény felé orientálódva látjuk a képzést. Nem csak az apró technikai részleteket próbáljuk meg megtanítani a gyerekeknek, tehát nem az alapképzésről van szó, hanem már egy magasabb szint. Ezerféle technikával, ezerféle metódussal találkozunk szemben, és feltöltődünk, hogy jé, még ezt is lehet, jé, ezt is lehet, de jó. Sok ilyen aha érzés van, hogy jé, tényleg. Igazából nekünk szól, a gyerekek csak résztvevői, vagy nem is tudom, hogy fejezzem ki magam. Tehát a gyerekeken keresztül mi, tanárok, nagyon sokat tanulunk.